Osa elleni mérkőzés előtt Lekli József segédedzővel beszélek. Józsi, először is ugye két hete kerültél a csapathoz. Mik a feladataid, hogyan segíted Adrián munkáját? Nekem elsősorban a csapatok feltérképezése, az ellenfelek feltérképezése a feladat. Egy a full scoutingot azt én csinálom, illetve edzéseken ilyen különböző részfeladatokat látok el. Egyéni edzéseken segítem a játékosoknak a munkáját. Ugye több játékosként több átcsoportos csapatban is megfordultál, de 3 évvel ezelőtt ugye az edzői pálya mellett döntöttél. Kicsit foglald össze a szurkolóknak, hogy eddig mivel foglalkoztál? Igen, hát az utolsó átcsoportos csapatom ugye az a Szombathely volt, ott fejeztem be lényegében a profi karrieremet. Ezután a Vasas Akadémiára kerültem, ahol a felnőtt csapat másodegyzője lettem, akik épp akkor jutottak fel az átcsoportba. Ott nagyon jó szakemberekkel tudtam együtt dolgozni, ugye a Sárosi Búcsú és ez a szám, Szaid Ármahani. Azután maradtam a Vasasnál, ugye B-be is voltam másodegyző, illetve az U20-nak én voltam a vezetőegyzője. Ezután családi okok miatt hazaköltöztem Nyíregyházára, és Nyíregyházán lettem ugye a felnőtt csapatnak a másodegyzője, illetve az U16-os csapatnak a vezetőegyzője. A tavalyi, vagyis az idei szezonban pedig az U18-nak a vezetőegyzője voltam, és akadémiai csapatokat koordináltam. Ha már csapatok feltérképezés, ugye jól sikerült a Szolnok feltérképezésre, hiszen győzelemmel mutatkoztatok be ti, illetve a csapat újra győzni tudott. Most viszont Paksra megyünk. Hogy látod az esélyeket? Esélyek vannak. Ugye a csapat az ASE hazai pályán az nagyon erős, ugye a bajnokságban a 3. helyen vannak. Nehéz őket leszkaptolni is, mert nagyon ilyen run and gun kosárlabdát játszanak, ugye Bánének ez a filozófiája. Rengeteg 1-1 van, felállt támadás, nagyon kevés van egy mérkőzésen, szerintem ilyen 6-8 darabot, hogyha lejátszanak, illetve a rögzített helyzetek alap és oldalbedobások. De inkább a tranzíció játék és a gyors indítások dominálnak náluk. Hogyha okosan támadunk és tudjuk kontrollálni a támadásunkat és vissza tudunk rendeződni, akkor én úgy érzem, hogy van esélyünk. Rendben, köszönöm szépen, sok sikert! Köszönjük szépen!